Kegyelem, irgalom és békesség lassék néktek bőségesen Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak megismerésében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 304. dicséret első és hatodik versét, Kapuk, emelkedjetek! Foglaljuk a helyünket. Az Úr Jézust hívtuk ebben az énekben, és most tekintsünk az ő szemébe a 465. ének éneklésével. Thank you.
Jöjjetek fennállva, hallgassuk, olvassuk együtt Isten igéjét, amint írva található a Lukács szerinti evangélium 11. részében, a 29-től a 32. versig terjedő szakaszban. Amikor pedig egyre nagyobb sokaság gyülekezett hozzá, elkezdett beszélni. Ez a nemzedék gonosz nemzedék, jelt követel, de nem adatik neki más jel, mint a Jónás próféta jele. Mert amiképpen Jónás jellé vált a niniveiek számára, úgy lesz az emberfia is jellé ennek a nemzedéknek. Dél királynője feltámad az ítéletkor e nemzedék férfiaival, és elítéli őket, mert ő eljött a föld végső határáról, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. De íme, itt nagyobb van Salamonnál. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel, és elítélik, mert ők megtértek Jónás prédikálására. De íme, itt nagyobb van Jónásnál. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, hálával teli a szívünk, hiszen eltelt egy újabb hét, melynek minden jó és rossz pillanatában ott voltál velünk. Kérlek, bocsásd meg, ha ezen a hosszú héten megfáradva nem tudtunk kellően odafigyelni rád és egymásra. Tudjuk, hogy mindig velünk vagy, tudjuk, hogy most is. És ezért könyörgünk neked, hogy adj nekünk bölcsességet a hallgatáshoz, hogy igazán rád figyeljünk. Add, hogy most is igéd értő fülekre és vágyó szívekre találjon. Ámen. Ámen. Az igehirdetésre készülve, helyünket elfoglalva, énekeljük a 372. dicséretet első 3 és 5. versével. Könyörögjünk az Istennek szent lelkének. Isten igéjemet az ő szent lelke segítségével hirdetni kívánok közöttetek, írva található a mai napra kijelölt új szövetségi ige szakaszban.
Ezt hallgassuk, olvassuk együtt a Lukács szerinti evangélium 23. részéből, a 6-tól a 12. versig terjedő szakaszt. Pilátus ezt meghalva megkérdezte: Galileából való ez az ember? Amikor pedig megtudta, hogy Heródes fennhatósága alá tartozik, átküldte Heródeshez, aki szintén Jeruzsálemben tartózkodott ezekben a napokban. Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült. Már jó ideje szerette volna látni, mert hallott róla, és azt remélte, hogy valami csodát tesz majd a szeme láttára. Hosszasan kérdezgette őt, de Jézus semmit sem válaszolt neki. Ott álltak a főpapok és az írástudók is, akik hevesen vádolták. Heródes pedig katonai kíséretével együtt megvetően bánt vele, kigúnyolta és fényes ruhába öltöztetve visszaküldte Pilátushoz. Ezen a napon Heródes és Pilátus barátságot kötöttek egymással, korábban ugyanis ellenségek voltak. Szeretett testvérek, keserű az a kép, ami elénk tárul ezekben a szakaszokban, ahogy Jézust, az Isten fiát, mint valami tárgyat tologatják, taszítgatják, pakolgatják, adogatják egymásnak kézről kézre, mert nem tudnak vele mit kezdeni. Pilátus is kínban van, Heródes sem tud értelmesen reagálni. Látjuk először Pilátust, akit úgy érezzük, hogy talán jobban ismerünk egy kicsit. Sokszor látjuk őt megjelenítve, sokszor elképzeljük, hogy milyen lehet az ő személye, az ő viselkedése. Látjuk azt a megelőző szakaszban, hogy ő tulajdonképpen bűntelennek találta Jézust. De mégis azt érzi, hogy ezt nem szerezhet érvényt. Hiszen ott a túlerő, akik kiabálnak, vádaskodnak, miközben ő volt a helytartó. Ő volt a döntéshozó, hozzá mennek oda. Azok az emberek, akiket maga fölöttinek érez, mégis hozzá kellett, hogy menjenek, hogy ő mondja ki a döntő szót, és mégsem érzi magát abban a helyzetben, hogy valóságosan dönthet, nem dönthet. Ezért örül meg annak, amikor meghallja azt a szót, hogy Galilea. És ebben felcsillan az a remény, hogy hát akkor tovább lehet adni. Akkor nem is az én ügyem. Akkor nem kell nekem tovább vele foglalkozni. Olyan kínos volt ez, hogy ők kiabálnak valami teljesen mást, mint amit én érzek, és mégsem tehetem meg azt, hogy szabadon engedem. Én nem akarok ebben dönteni. És Heródes éppen a városban van, hiszen közeleg az ünnep, megvan a hivatalos ok, de érezzük, hogy ez csak kibúvó. Továbbadja, inkább legyen másé Jézus. Elutasítja az ügyet, mert megérzi, hogy felette álló dolgok ezek. És nem csak önmagában Jézus Krisztus az, aki felette álló, hanem érezte azt, hogy még az ő alattvalói is fölé kerekednek, akiknek egyébként nem lett volna hatalmuk felette. És így a határozatlan, alapvetően azt mondhatjuk, hogy jó szándékú, nem rossz személy, és a gonosz segítője lesz. Csak hagyjatok már békén, csak legyen már egy kis nyugalom, egy kis csend. A gyengék így buknak el, hogy nincs saját akaratuk, amelynek érvényt mernének szerezni. És belemennek a játékba. Eszközzé lesznek. Aztán jön Heródes, aki teljesen inkompetensnek látszik. A csodát keresi. A szenzációt. Valami látványosságot. Ezért faggatja Jézust. Valamilyen kíváncsiság ott van benne, amit felkeltettek a hírek, amiket kapott. Ott van benne az éhség. És hallatott igazán jó dolgokat is Jézusról, hiszen az egyik főembere, illetve a főemberének a felesége Jézus Krisztus tanítványa volt. Jézus Krisztus követője volt. Rajta keresztül eljuthattak. Valóban
talán a tanításoknak is a hírei, esetleg az üzenetei, de a csodák, a csodatettek, a nagy dolgok mindenképpen, és nyilvánvalóan Heródes negyedes fejedelemként kapcsolatban volt a nép vezetőivel, akiktől viszont csak a rosszat hallotta Jézusról, de érezte, hogy különleges, hogy érdekes, de csak a csodát várta. Pedig őszintén örült, hogy végre előtte áll Jézus. És mi lett ebből a találkozásból, ebből a várva várt találkozásból? Semmi. Egy nagy csalódás. Mert Heródes mást keresett, mint amit keresnie kellett volna. Másféle rendkívülit várt, mint amilyen hatalmasság állt előtte. Nem volt megfelelő a lelkülete. És látjuk, hogy ez a két tökéletlen ember, akik addig egymásnak az ellenségei, a riválisai voltak a hatalomban, most barátságot kötnek. Tulajdonképpen mondhatnánk azt is, hogy Jézus összehozza az embereket. De hogy is történt ez? Talán amikor Pilátus meglátta Jézust visszaérkezni, ott felöltöztetve a fénylő ruhába, de megalázva és kigúnyolva, azt mondhatta magában, hogy micsoda ötlet. Mert ebben benne van, amit ő is megérzett. Benne van az, hogy megsejtett valamit az igazságból, a jóból, és mégsem tudott mit tenni. Abban biztos volt, hogy Jézus nem bűnöző, de mégsem engedhette szabadon. Hát akkor legalább kacagjunk egy jót. Alázzuk meg. Csináljunk magunknak szenzációt belőle, ha már nem kaptuk azt, amit vártunk. Tipikus, frusztrált vezetői magatartás. Megalázni, akit lehet, ha már nem lett igazam. És itt van ez a két hatalmas méltóság, a helytartó és negyedes fejedelem, és mégis micsoda tudatlanság lakik bennük, és így megtalálják egymást ezen keresztül. Mindketten felismerték hasonló helyzetüket, azt, hogy bár ők uralkodók, mégis bábok. Egyrészt bábok voltak egész életükben, hiszen Róma alá voltak rendelve, érdekeket szolgáltak ki, ismerjük ezt, milyen a politikában. És itt még azt is megérezték, hogy nem is csak ennyi, hanem ott vannak a zsidók, akik, ha akarják, tudják fölöttük érvényesíteni az akaratukat. És nem képesek semmi másra, a legnagyobb önálló cselekedetük az, hogy kigúnyolják, megalázzák az ártatlant. Ez volt az egyedüli eredeti cselekvésük. És a fájdalmas az, hogy eközben egyetlen egy lépésre voltak az igazságtól. Egyetlen egy lépésre a megoldástól. De vajon ma hogyan bánnak az igével? Ma hogyan viszonyulnak az emberek Jézushoz? Talán nem nagyon is hasonlóan látjuk. Sokan ugyanígy tovább küldik. Én nem akarok vele foglalkozni. Talán elkezdik megérteni azt, hogy ez valami nagy dolog. Talán még szimpatikus is, de most ezzel hagyjanak engem békén. Ez nagyon jó másnak. És tovább passzolják. Lehet, hogy valaki elkezd érdeklődni, kérdezne. Talán van olyan tapasztalatunk, nekem több ilyen is volt. Hogy egy társasággal beszélgetünk, előkerül az Isten, előkerül egy igei gondolat, egy igei kérdés, és történetesen az a társaság olyan, akik nem ismerik ezeket a dolgokat, és valaki látszik, hogy megnyílik a tekintete, elkezdene beszélni vagy kérdezni, de a többiek olyan gúnyosan néznek rá, elítélően nézik, esetleg meg is szólják, és akkor inkább ő is elhallgat. Jó, akkor inkább hagyjuk. Vagy csak épp a szenzációt várják ma is, ugyanúgy. Ha látom, hogy ezt vagy azt megteszi, ha megjelenik, és aztán, ha nem, akkor nem ugyanúgy megsértődnek, vagy megsértődünk, mint Heródes. És jönnek a gúnyos szavak, a haragos,
a dühös szavak, esetleg a jópofáskodás. Mennyiféle téves hozzáállás, és hogy egy kicsit Heródes hangulatát megértsük, most hallgatni fogunk egy dalt, egy mai dalt, talán már nem is annyira mai, szokatlan környezetben fog ez most elhangozni, de ebben a dalban benne lesznek azok az érzések, azok a vágyak, amik az emberben, amik Heródesben ott vannak, hogy milyen is volt ez a helyzet, amikor Jézus ott állt Heródessel szemben, ez a dal a Jézus Krisztus szupersztárból fog megszólalni. Jézus, igen, látlak már, ez minden pénzt megér. Népünk rólad mi felénk, údákat revén. Gyógyult bénák, csak feltámadt halott. Úgy dicsérnek, hogy Isten van, lásd, beindult a bolt. Hát te vagy a Krisztus, és isteni vagy, bizonyságot adj nekem, urrá változtat. Üzemelt rögtet csupás, aztán zsidó király, békén elmehetsz tár. Jézus magad sem hinnéd, hogy bukik rád a nép, bámulják a szupersztárt, az év nagy emberét. Jó ez a reklám, de hát a hazugság, itt padlóra a cinikus, próbálkozz meg át. Hát te vagy a Krisztus, az igaz és nagy, győzd meg minket, édes úr, menj ott a cinikus. Sétát tegyél fenn a víz tetején, menj hát, hadd lássam én. Köztem áll. Ó, még őrzöm a kopott kapta fát, te feltört és így csápoló, csak felnézhetek rád. Ja, Krisztus vagy gyárcserről, nincs vitát. Raktas gyóha ebédel, háznépem egy kenyérrel, ám nem sikerül, vigyázzon volt erőm. Jöjj hát, zsidó király. Szerintem tökéletesen visszaadja ez a dal azt a hangulatot, azt a egyszerre vidám, léhűtő hozzáállást, ami ott volt Heródesben, és hogy mit várt, és aztán érezzük benne azt a kegyetlen frusztráltságot, azt a dühöt, azt a sértődöttséget, és azt mondja a végén, hogy nem azt, hogy tűnjél az életemből, hogy őt nagyon zavarja valami Jézusban, de tulajdonképpen saját magában. Az, hogy nem látta meg azt, hogy ki ő, hogy nem tudott vele kapcsolatot teremteni, hogy erről nem nyitsz vitát. Hát miről? Hogy nem táncol a swimming pool tetején? Erről nyisson vitát Jézus. Heródes az ember, egyszerre gyermek, egyszerre úrnak képzeli magát, és nem tud Jézussal mit kezdeni. Ahogy János evangélium elején olvassuk is, hogy ez így lesz. Ez így várható, hiszen ilyen az ember, a sötétség nem fogadhatta be.
Sokan nem tudnak mit kezdeni, a világ nem tud mit kezdeni az Úrral. Mert mit is vár tőle? Mit várunk mi Jézustól? Hogy lesse minden kívánságomat, amit csak parancsolok, és akkor, amikor parancsolom, és ugorjon? Heródes ezt várta. Ilyen ez az ének. Látjuk benne, talán egy kicsit saját magunkat is. Ő várja a produkciót, az ember pedig azt mondja néha, hogy ha meggyógyít, ha munkát ad, ha párt ad, satöbbi, satöbbi. Minden nap tudnánk ilyen mondatokat mondani, és van, amikor mondunk is. És ha nem így történik, akkor sértődés is dű. Pedig Jézus tette, cselekedte folyamatosan a földön a jót. Hiszen ő a szeretet, és nem mehetett el csak úgy szó nélkül a szenvedő mellett. Könyörületes volt. De éppen ezért, éppen az ilyen hozzáállás miatt mondta azt nagyon sokszor a csodák után, ne híreszteljétek. Nem kell mindenkinek tovább mondani. Mert akkor ez lesz belőle. Ez a vége, hogy az emberekhez az jut el, hogy ő egy csodatévő, egy mágus, ő egy varázsló. És akkor ennyit fognak tőle várni. Kész a skatulya, és azt akarjuk kinyitni. Ugorjon ki belőle. Jézus sokkal több. És a célja ez volt, hogy ezt értse meg az ember. Az ő személyét és az ő munkáját, hogy Istenként eljött a földre és megváltott bennünket. Ő az Isten fia. Ennek kell látszódni. És ezt kell felismerni és felismertetni. Talán ezért is nincsenek olyan nagy látványos csodák közöttünk ma. Hogy ne szolgáltatók legyünk, mert az emberek ezt várják még a csodák nélkül is az egyháztól. A szolgáltatást. Hát még hogyha ténylegesen gyógyítások történnének itt. Amíg nem őt mutatjuk fel tökéletesen, az ő személyét és a megváltást, nem őt állítjuk a középpontba mindenhol és egyedül őt, addig nem is lesz ezen a téren változás. Viszont látjuk, hogy ahol így van, ahol óriási ébredések vannak, ott akár a béna is lábra áll. Jézus ebben a helyzetben, amiben most került, megtette a legtöbbet, és azt megtette, amit kellett. Ott volt és hallgatott. És persze gondolhatnánk, hogy milyen nagy lehetőség, Heródes is ezt kínálja neki itt az énekben, milyen nagy lehetőség, megmutathatja, hogy mit tud, a színpad a tiéd. De mi lett volna, hogyha elkezdett Jézus veszekedni? Mi lett volna, hogyha csodát tesz? Hát Heródes úgy gondolta valószínűleg, hogy akkor lehetett volna Jézus az udvari bolondja. Milyen jó lesz egy ilyen embere. Hát Jézus ezért inkább hallgat. Ezért nem nyit vitát. Neki az egész élete arról szólt, hogy tanított, hogy cselekedett. És mire ment ezzel az életművel, ezekkel az emberekkel? Heródessel, akit annyira azért nem érdekelt eddig Jézus, hogy saját maga oda menjen hozzá. A farizeusokkal, a nagy tanáccsal, akik hallották a legtöbb szavát Jézusnak. A legszabadabb, legnyíltabb tanításait. És mire ment vele? Ezek az emberek nem voltak hajlandók változni. Hát mi történne másképpen most itt rabként? Ugyanúgy kiabálnak, el nem hallgatva és hevesen vádolják. Hallottuk a lekcióban, hogy jelet vártak azok az emberek. Ők is, mint Heródes, csak ők egy kicsit korábban tették fel ezt a kérést. És Jézus azt mondja, hogy nem kaptok jelet. Pedig hát ő maga volt a jel. És mennyi csodát tett? Halottat is feltámasztott. Tehát milyen jel kell még ezen kívül? Heródes előtt is ott állt. És egyébként a hellén gondolkozásban a hallgatás, a méltóság teljes hallgatás az az istenségnek is a jele volt. Szóval még ott is megvan ez az apró jel, de Heródes
nem nyitott szívvel áll Jézus előtt. Ezért hallgat Jézus, és megéli a küldetés egyik legfontosabb részét. Nem válik méltatlanná attól, hogy méltatlan helyzetbe hozták. Betölti a proféciát, száját sem nyitotta meg. Nem szól, és nem tesz semmit. Nem engedelmeskedik valaki olyannak, aki azt sem tudja, mit akar. És így győzött. Ő az egyedüli győztes. Nem az, aki beszél, nem az, aki kérdez, nem az, aki kiabál, hanem a történet végén ő az, aki még a halált is legyőzi, és megsemmisíti a gonosz erejét. Ő, aki egyedül hallgat itt most. Mert van, amikor a hallgatás a leghatározottabb cselekvés. Számunkra is. De vajon mikor? Elkezdhetjük sorolni mi is azokat a helyzeteket, azokat a hozzáállásokat, amelyekkel Jézus találkozott. Hallgatni, amikor érdektelenek az emberek, amikor nem kérdeznek, vagy csak úgy tesznek, mintha kérdeznének. Amikor egészen másra kíváncsiak, és nem arra, amit mondani szeretnénk. Amikor nem a lényeg érdekli őket, csak a szenzáció. Amikor csak produkáltatni akarnak. Amikor gyalászkodnak, vádaskodnak, túlerőben vannak, amikor sértődötten vágnak hozzánk valamit. Akkor Krisztusi lehet a hallgatásunk. Nem kell produkálni magunkat. Amikor Jézus hallgatott, akkor az a cselekedet a leghatározottabb, ha nem teszünk semmit. Azonban ennek csak akkor van üzenete, és csak akkor van értelme, hogyha egyébként az életünkben, a szavaink, a cselekedeteink, más helyzetekben mind-mind elmondják azt a körülöttünk levőknek, hogy kik vagyunk, hogy kihez tartozunk, hogy mi az igazság, és most miért hallgatunk. Jézus egész életében úgy élt, hogy most ennek a hallgatásának üzenete legyen. Hiszen ő maga ment a bűnösökhöz, a vámszedőkhöz, és hívta el őket. Kiválasztotta a legalkalmasabb helyeket, ahol taníthatott, és jól hallhatták őt. Felelt, amikor kérdezték őszintén, amikor kíváncsiak voltak rá, és nem a csodákra vagy a jelekre. És még a pasió történetben és a nagy tanács előtt hallgat, de aztán végül felel a legfontosabb kérdésre. Volt, hogy vitázott a gonoszokkal, amikor voltak figyelmes tanúk, de volt, amikor elhallgatott. Amikor nem pazarolt energiát, mert hiába. Van helyzet, amikor hiába. És van ember, akinek hiába. Mert szabad akaratunk van, és az ember szabad akaratából olyan vágányra terelheti az életét, ahonnan aztán nincsen visszaút, mert ő maga ragaszkodik foggal, körömmel a tévedéseihez, és ahhoz az úthoz, amit magának választott. Kedves testvérek, ilyen az ember Krisztus nélkül, mint amilyennek látjuk Pilátust és Heródest. Ilyen a bűnössé vált emberiség. Hogy keresi valamelyest a jót, érdeklődik, elindul az úton, de ha jön a túlerő, ha mások másfelé vonják, lekiabálják, akkor engedelmeskedik. És van, hogy az Isten elhallgat az ilyen helyzetekben. Mert van, amikor az a legerőteljesebb kifejezése az ellenállásnak. Lehet, hogy hallgat, amikor talán mi is értelmetlen kérdéseket teszünk fel. Lehet, hogy hallgat, amikor erőszakkal szállnak vele szembe. Hallgat, mint amikor a tanár belép a terembe, és verekednek, veszekednek a diákok, és csak megáll. És az a diákon múlik, hogy van-e benne elég tisztelet, figyelem, hogy ezt észreveszi-e. És nem veti bele a tanár a verekedésbe saját magát.
Azonban a nagy csoda az, hogy Jézus végül még ezt is megtette. És odaállt a bűneink keresztüzébe, és feláldozta magát, és így győzött. De most ezért hallgatott, hogy véghez vihesse a küldetését, hogy figyeljünk rá. Van, amikor nekünk sem kell semmit tenni vagy szólni, nem kell mindig a másikkal foglalkozni. Van, amikor a saját célomhoz kell ragaszkodnom eltökélten, amire Isten küldött. Abban erősödnöm és abban kitartanom, hogy aztán később tudjak majd szólni, tudjak cselekedni, hogy legyen erőm. Jézus tudta ott a legtehetetlenebb pillanatban is Isten tervét, és tudta, hogy neki azt véghez kell vinnie, és tudta azt is, hogy az Atya mindent a javára fordít majd. Hogy bárki bármilyen gonoszt tesz, Isten jóra fordítja. Ezért áltott ilyen szilárdan. Ez a hallgatás, ahogy Jézus hallgat, kemény hallgatás. Ez a bántalmazott kisgyerek hallgatása. Ez a főnök által kihasznált és megalázott dolgozó hallgatása. Ez a megcsalt házastárs hallgatása. Ez a megerőszakolt ember hallgatása. Ez a határon túl élő és üldözött, elnémított magyarok hallgatása. Ez a kisemmizett és veszélyben élő keresztjének hallgatása. Néma kiáltások, amelyek mégis élesebb képet égetnek az agyunkba, mint minden szó vagy hang. És Jézus most azért hallgat, hogy érezd, hogy ő melletted áll. Melletted van, amikor ilyen helyzetbe kerülsz. Hogy ő a társad. Odaáll melléd csendesen, hogy ne legyél egyedül, amikor nem tudsz megszólalni te sem a megalázástól, vádaskodástól, bántalmazástól, sírástól, tehetetlenségtől. Amikor egyedül vagy, szenvedsz, nélkülözöl, hiányod van, gyászolsz. A hatalmas és tökéletes Isten odaáll melléd, hogy ő a tiéd legyen, és kegyelmét kínálja. Ámen. Feleljünk az ige üzenetére, énekeljük a 62. Zsoltár verseit. Thank you.
Jöjjetek fennállva, imádkozzunk! Teremtő Isten, hatalmas, győztes Úr! A Te terved és akaratod mindennél erősebb. Te cselekvő Isten vagy, a mi életünkben is megmutattad. Megváltottál bennünket, elhívtál, megszenteltél. És a világban is munkálkodsz, gondot viselsz, irányítod. De hallgató Isten is vagy, amikor úgy látod jónak. Amikor abból kell tanulnunk, vagy amikor így fejezed ki méltóságodat. Kérünk, segíts bennünket is, hogy erősek legyünk. Taníts szólni, amikor kell, és úgy élni, hogy rólad tegyünk bizonyságot. Segíts határozott döntésekhez, hogy ne legyünk a világ a gonosz bábjává, hanem a Te szolgáddá, aki akaratodat teljesíti. És segíts, hogy méltatlan helyzetekben is tudjunk hozzád méltók maradni. Ha kell hallgatni, tűrni, állva maradni a viharban. És segíts, hogy az emberek hozzáállásán változtathassunk, hogy eljussanak a legfontosabb kérdésekig, és valóban téged keressenek és megtaláljanak. Hiszen te keresel mindenkit, utána mégy az elveszetteknek. Te győztél a mi életünkben. Győzz minden dolgunkban, minden pillanatban. Így kérünk, légy te a vigaszunk a fájdalmakban, nehézségekben. Állj a gyászolók mellé, a szenvedők mellé kegyelmeddel, és építsd a te népedet bölcs eszközeiddel. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen. Kedves testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét. Az igével ekkor önként adakozni kezdtek Isten házának munkálataira, és örült a nép az önkéntes adakozásnak, mert tiszta szívből önként adakoztak az Úrnak. Az elmúlt héten két alkalommal álltunk meg Ravatal mellett. 82 esztendőt élt 60 Istvánné született angyal Ilona Gizella. A Róma beliekhez írt levélből hangzott a vigasztaló üzenet. A reménység nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. És a 66 évet élt Bana László temetésén a zsidókhoz írt levélből szólt Isten igéje. Nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. És hirdetem, hogy 80 esztendőt élt Olá Béla gyülekezeti tagunk. Az ő temetése holnap, hétfőn délelőtt 11 órától lesz. Az Úr adjon vigasztalást a gyászolóknak. Hirdetem alkalmainkat. A héten kedden délelőtt 9:30-tól nyugdíjas kör tartja alkalmát, 5 órától a női kör találkozik, este 7:30-kor pedig bibliakör, szerdán délelőtt 10:00-től kismama kör, csütörtökön 5:30-től bibliakör, 5 órától bibliaóra és 7:30-től bibliakör, péntek reggel 8:00-tól imaóra, 3 órától konfirmáció előkészítő, 5:00-től kezdik az alkalmat az ifjúsági csoportok, 7:00-től a fiatal felnőttek találkoznak is, ugyanígy 7:00-től a bibliaiskola tartja alkalmát. Hirdetem, hogy a Váló-Háló csoportja október 21-én tartja nyitó alkalmát, vasárnap délután 5 órától. Hirdetem a gyülekezeti hétvégét október 25 és október 27 között.
Szórólapok készültek erről, aki szeretne, vigyen belőle, jövő héten fogjuk osztani őket, de a plakát és a hír már kint van a megfelelő helyen. A címe, érted is, amit olvasol? Az Ószövetségről tart előadásokat dr. Németh Áron, gyülekezeti tagunk, teológiai tanár. Ajánlom mindenkinek szeretettel figyelmébe a kórus új CD-jét, amely megjelent 1500 forintos áron. Megvásárolható, sokan kérdezik a zenekari CD-t is, ezek elfogytak, de még karácsony előtt igyekszünk újakat nyomtatni, gyártatni belőle, hogy lehessen saját része is vásárolni, vagy ajándékozni, de addig mindenkinek figyelmébe ajánlom, hogy a honlapon viszont hallgatható és letölthető formában van, illetve Éva néni jelzi, hogy a leggyorsabb 3 ember vagy 4 ember még ő nála találhat CD-t is, hogyha szeretne. Ezt jelzem különösen azoknak, akik már megkérdezték. Október 20-án kirándulást szervez Győri János, Nyírbátor, Szatmár környékén, és még pár hely ott is van. A könyvtár nyitva van, a Szivárvány új száma megjelent, a kijáratoknál megvásárolható. És köszönjük az igeolvasás és imádság szolgálatát Kós Annának és Halász Dánielnek. Végül a záróének előtt, amely a 464. ének lesz, az ige üzenetére emlékeztessen bennünket a 37. Zsoltár. Ne indulj haragra a gonoszak miatt, ne irigykedj a cselszövőkre, mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonnyadnak, mint a zöld növények. Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít. Légy csendben, és várj az Úrra. Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja. Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést. Ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz. Mert a gonoszok kipusztulnak, de akik az Úrban reménykednek, azok öröklik a földet. Ámen.